madárka. Dúltak a háborúk, elvették jogainkat, áthelyezték a határokat, deportáltak, kitelepítettek, nem járhattunk anyanyelvi iskolába, sokan nem fejezhették be a megkezdett tanulmányaikat, erőszakkal szövetkezetesítettek, meghurcoltak, büntettek, konfiskáltak. Alig ha van Közép-Európában még egy néptöredék, melynek annyiszor kellett bizonyítani jogát a létezéshez, mint a szlovákiai magyarságnak. A tájékoztatóból kitűnt, hogy az alapítótagok hosszú távra tervezték a szervezet működését, de gondolom, ők sem gondolták azt, hogy ez 65 évre szól ez az alapító oklevél. A szervezet egyre erősödött, és a mai napig erősödik, mivel büszkén vallhatom, hogy a helyi szervezet másfél év alatt 30 fővel növekedett, zömében fiatalokkal. Tudjuk, hogy a csemadok fennmaradását a hűséges tagok biztosítják, de a kultúrműsorok szépítik meg napjait, hisz felkarolja a verset, a drámát, a táncot, az éneket, a kabarét, de köztük vannak falunk népszokásainak feldolgozásai is. Édesanyám akkor kezdett siratni, mikor a konferom kezdtem pakolni, megköszönöm légi a fölnevelését, három évig nem eszem a kenyerét. Én fölöttem hiába zsörög az ég, az én búzámat nem veri el a jég. Ad nekem a császár komisz kenyeret, szenvedek én a babám. Fiatalasszonnak. Amit a terában nagy bugyival, az uram rám se nincs.
tudsz már fölvenni kaját? Van itt kis csepp és gyűjjön. Hát segítek, én megpróbálok. Hát nem érzek! Hát jön inkább kifonolt a hajunkba, megyünk a lábziba. Na gyertek, jó anyuk ki. A magnényi kettes torony, vele vattak az ostorom. A baszki hát is angyalom, enyém leszel a farsangom. Új menyecske lett belőle, az én uram szerelem. Így már nem választ, sem soha többé nem jár. Yeah.
le is kell olyan fenni, mert az mindjárt ránk vinned a karácsony. Nagyon fejnek voltatok! Vegyétek el a kalácsot, almát, meg a diót is! Anyjuk most az alcívat is adjál nekik a... 14-en üt az óra, térjél!